Türelemmel várt János Somorja az eredményekre, amik lassan csordogáltak, de a kép is mutatja, megszületett. Nagyon szoros volt a küzdelem, de úgy tűnik, hogy a jövőben Lőrinc Györgyöt köszönhetjük János Somorja új polgármestereként. Gratulálok! Köszönöm szépen! Vessünk egy pillantást a táblázatokra, hogyha a kollégáim ki tudják ide rakni az összesített eredményeket. Nagyon nehezen érkeztek be hozzánk, és születtek meg az eredmények. Óriási munkát végeztek a szavazókörökben, de itt láthatjuk az eddig hiányzó négyes szavazókör eredményét, és a hatos szavazókör hiányzott még eddig. Itt látjuk, hogy ez a hármas igen szoros küzdelmet produkált, Lőrinc György, Bella Zsolt és Molnár Gábor hármasa. Azt gondolom, hogy a választások történetében talán, ha az elsőt nem számoljuk, akkor ilyen szoros küzdelem még nem volt. Igen, úgy emlékszem, ez a legszorosabb eredmény, ami eddig előfordult a polgármester jelöltek választásán János Somorján. És akkor itt az összesített eredmény. 794 és 755 szavazat. Hát azt gondolom, hogy valóban célfotó győzött, vagy célfotó döntött. 518 szavazattal Molnár Gábor érkezett a harmadik helyre, Benesz József Károly 92, Göncz Ferenc pedig 37 szavazattal a ötödik helyre. 39 szavazat döntött. Lőrinc György, hogy értékeli ezt? Sejtettem, hogy szoros lesz. Én is ezt a három nevet tettem az első három helyre, és előzetesen én magam is úgy kalkuláltam, hogy Bella Zsolt és köztem fog végül is eldőlni a polgármesterség sorsa, és ez be is jött. Hogy ennyi lesz, szoros lesz, az csak az utolsó két hétben gondoltam. Ennek több összetevője is van, nem kívánom én ezt most itt részletesebben kifejteni, de lehet, hogy még erre lesz alkalom. Egyelőre a magam részéről örülök a győzelemnek, köszönöm mindazoknak a támogatását, akik rám szavaztak, és köszönöm azoknak is, akik egyáltalán elmentek szavazni, hisz az a 45% vagy 44,5, ez egy olyan majd 8-9%-kal azért magasabb, mint a 4 évvel ezelőtti eredmény, bár én magam is egy picit magasabb részvételi arányra számítottam, olyan 50% körülire. Itt az a vonal rajzolódott ki, hogy te egy picit az újabb változásokra éhesebb vonalat képviseled, Zsolt pedig talán egy picit az előzőekhez jobban ragaszkodó vonalat. Ezt te is érezted? Igen, igen, azt gondolom, hogy így van. Tehát látva az ő szórólapjait, illetve azokat a támogatókat, akik mögé felsorakoztak, mind a képviselőtestület részéről, mind pedig a helyi vállalkozók részéről. Igen, azt gondolom, hogy ők valóban egy kicsit inkább a múlt, én egy picit inkább talán a jövő felé, de ettől függetlenül, most már ugye nagyjából tudjuk a képviselő testület tagjait is, bár gondolom, majd a kollégák kiteszik ide is, ha jól láttam, három helyen történt változás. Ez körülbelül megfelel annak, amit már a korábbi beszélgetés alkalmával is elmondtam, hogy mi is előzetesen a fordulatcsoporton belül úgy kalkuláltunk, hogy három helyen nyílik reális esély arra, hogy változás legyen a képviselőtestület tagjai között. És azt is elmondtam már többször, hogy mind az új tagokkal, mind a régiekkel együtt tudok dolgozni, és együtt akarok dolgozni, és tudom, hogy ők is látva a neveket együtt fognak tudni velem dolgozni, hisz innentől kezdve a kampánynak vége, a választásnak vége, holnaptól a munkás hétköznapok kezdődnek, és el kell kezdeni azt a munkát, ami az elkövetkező 5 évben arra irányul, hogy János Somorja egy sikeres, fejlődő település legyen. Meg tudjuk nézni az eddig hiányzó két szavazókör képviselőjelölti eredményét, itt a négyes szavazókör. Látjuk, Moson-Szent János művelődési ház, Luka János 225 szavazat, Lipovics Máté 176 szavazat, Bella Zsolt 171 szavazat, Dr. Kurunci Károly 157 szavazat, Németh László 153 szavazat,
Winkler László 150 szavazat, dr. Mihály Zsuzsanna 148 szavazat, Molnár Gábor 146 szavazat, és Nemes Csaba 126 szavazat. Ez a négyes szavazókör. A hatos szavazókörre várunk még, meg is érkezett. Ez Moson-Szentpéter, Klavszki tagiskola. Itt is Luka János ért be elsőként 142 szavazattal. Luka Jánosról még annyit kell elmondanom, hogy bár invitáltuk, sajnos más irányú elfoglaltsága miatt nem tudott eleget tenni a meghívásnak. Sajnáljuk, de természetesen elfogadjuk. Winkler László a második helyen 129 szavazattal, dr. Kurunci Károly 116 szavazattal, Prácsály Krisztián 115 szavazattal, ugyanúgy, ahogy dr. Mihály Zsuzsanna is, aki szintén ennyit ért el, Bella Zsolt 104 szavazatot kapott képviselőjelöltként, Lipovics Márti 95-öt, Nagy Katalin 92-t és Molnár Gábor 89-et. Innentől kezdve már csak az összesített végeredményre vagyunk kíváncsiak, és azt gondolom a nézők is, mégis ebből mi rajzolódik ki ezekből az eredményekből a fordulatcsoport számára? Elsősorban az, hogy valóban van egy stabil szavazóbázisa a régi képviselőknek. Ugyanakkor az is látszik, hogy az is már egy erős szavazóbázis, aki változtatásokat is szeretne. Tehát ez a három új képviselő, aki most úgy tűnik, hogy valóban három, ez ebben az irányba mutat. Én szeretném itt megragadni az alkalmat, hogy a fordulatcsoport minden tagjának megköszönjem azt az egyéves munkát, amit arra áldoztunk, hogy ezt a választási programot kidolgozzuk, és úgy néz ki, hogy egy jelöltünk, de lehet, hogy talán kettő is be fog kerülni a képviselőtestületbe. Nem volt hiába való munka, de én azt mondtam, hogy ha egyikünk se kerül be a képviselőtestületbe, akkor sem volt hiába való a munka, mert ezzel egy új utat, egy új irányt nyitottunk János Somorja közéletében, én azt gondolom. Akkor nézzük is meg az összesített eredményt, amire mindenki kíváncsi volt. Itt látjuk a fehér vonalat. Nagyon szoros eredmény született. Luka János 1302 szavazattal az első helyen, Lipovics Máté 945 szavazattal a második helyen, dr. Kurunci Károly 940 szavazattal a harmadik helyen került be a testületbe, dr. Mihály Zsuzsanna negyedik helyen 915 szavazattal, ötödikként Winkler László 910 szavazattal, Bella Zsolt 856 szavazattal, Molnár Gábor 814 szavazattal, és Nemes Csaba 712 szavazattal került be a testületbe. A vonal alatt, ami nem jelent mandátumot, de azért mindenképpen figyelemre méltó eredmény, Prácsa Krisztián 702 szavazattal, és Nagy Katalin 684 szavazattal, ugye ők ketten a fordulatcsoportot erősítették, utánuk Nikházi Árpád 628 szavazattal, és Németh László 573 szavazattal. Ők az első 10, nem tudom, látjuk-e a következőket. Itt a 11. helytől látjuk a listát, Molnár Tamás 518 szavazattal, Szikszai Lajos 501 szavazattal, Balsai Sándor 497 szavazattal, Venec József 468 szavazattal, Máró Antal 326 szavazattal, Bogyai Zsolt 215 szavazattal és Mátyás Imre 186 szavazattal. Látjuk az eredményt, egyedül maradtál. Igen, most úgy tűnik, hogy Krisztián, ha egy picivel is, de lemaradt a bejutó helyről. Mi ugyanúgy dolgozunk tovább, tehát a csoport megmarad, és én továbbra is tartom a kapcsolatot a csoporttal, és továbbra is kíváncsi vagyok az ő véleményükre. És még egyszer mondom, mindenkivel együtt kell dolgozni. A következő napok arról fognak szólni, hogy egyesével szeretnék minden egyes bejutott képviselőtestületi taggal beszélgetni. Ismerve a programjaikat, azt gondolom, hogy meg fogunk tudni egyezni abban a minimál programban, ami mindenki számára elfogadható, és amelynek mentén haladnunk kell majd az elkövetkező 5 évben. Október
hatodika, eddig lehet fellebbezést kérni, eddig még nem mondhatjuk ki hivatalosan az eredményt, eddig ezek csak tájékoztató jellegű eredmények. A közgyűlés eredménye, végeredményével még adósak vagyunk, kérdezem kollégáimat, hogy meg tudjuk-e ezt mutatni. Ez a megyei közgyűlésre leadott voksok végleges eredménye János Somorján 2014-ben. Itt a Fidesz-KDNP 1043, a Jobbik 647, az MSZP 260 és a DK 182 szavazatot kapott János Somorján. Mindegyik szavazókör ezt az eredményt tükrözte, ellentétben akár a polgármesteri, akár a képviselőjelölti szavazatokkal, hiszen azért itt elég rendesen felbojdultak a szavazókörök. Nem ugyanazt a képet láttuk mindenhol. Ti hol töltöttétek ezt az időszakot, és mennyire volt izgalmas számotokra ez a verseny? Hát 7 órától nálunk otthon a lakásunkon gyülekeztek a csoport tagjai, ugye néhányan delegált szavazóköri bizottsági tagok voltak, tehát ők egy picit később értek oda, de most már az egész csapat ott van, úgyhogy innen is mondom nekik, hogy hamarosan csatlakozom hozzájuk én is. Nagyon izgalmas volt tényleg, percről percre, ahogy néztük a János Somorja televízió közvetítését, lehetett látni, hogy mind a polgármesterek tekintetében, mind pedig a jelöltjeink tekintetében nagyon jól álltunk, már olyan nézőpontból, hogy akár polgármester lehetek, illetve akár két jelöltünk is bejuthat, és ez valóban látszott is ebből az összesített táblázatból. Úgyhogy nagyon nagy volt az izgalom, és most nagyon nagy az öröm ott nálunk, úgyhogy remélem, hogy ez, ahogy elmondtam, ez a csapat együtt marad, és én biztos vagyok, hogy együtt maradunk, és tovább tudjuk a helyi közéletet színesíteni, és sikerre vinni János Somorját. Ha nem is a képviselőtestületen belül, de a véleményük ugye hozzám el fog majd jutni, és én azt képviselni fogom a képviselőtestületen belül is. Nehéz munkának ígérkezik, de reméljük a kompromisszumkeresés ezen a téren is működni fog, és azt kívánom, és azt gondolom minden szavazópolgár nevében, aki elment vagy nem ment el szavazni, azt kívánom, hogy mindezen pontokat a lakók sikerére, a lakók boldogulására tudjátok megvalósítani a testületen belül és a testületen kívül. Gratulálok még egyszer, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és visszajöttél a stúdióba. Én köszönöm a meghívást. Én azt kérem kollégáktól, hogy még egyszer fussunk végig a jelölteken, az egyéni és a szavazókörökben összegyűjtött szavazatokat látjuk itt. Venesz József Károly szavazatait, aki összesen 92 szavazatot gyűjtött. Lőrinc György 794 szavazatával. Itt látjuk, hogy Pusztasomorján és Mosonszentpéteren volt a legerősebb szavazóbázis. Bella Zsolt, ő a Mosonszentjánosi körzetben volt erős, és 755 szavazatot gyűjtött. Göncz Ferenc, aki 37 szavazatot gyűjtött a 7 szavazókörben összesen. Molnár Gábor, 518 szavazatot gyűjtött. És ezzel végére is értünk a jelölti listának. Most javaslom, nézzük meg a képviselőket. Itt látjuk az összesített eredményt az eddigi szavazóköri eredmények alapján. És talán érdemes egyenként is végigfutnunk rajtuk. Szikszai Lajos 501 szavazattal, Nagy Katalin 684 szavazattal, Venesz József 468 szavazattal, Németh László 573 szavazattal, Dr. Kurunci Károly 940 szavazattal, Balsai Sándor 497 szavazattal, Nemes Csaba 712 szavazattal, Luka János 1302 szavazattal, Dr. Mihály Zsuzsanna 915 szavazattal, Winkler László 910 szavazattal,
Bella Zsolt 856 szavazattal, Máró Antal 326 szavazattal, Mikházi Árpád 628 szavazattal, Bogyai Zsolt 215 szavazattal, Lipovics Máté 945 szavazattal, Prácser Krisztián 702 szavazattal, Molnár Gábor 702 szavazattal, Molnár Tamás János 518 szavazattal, Mátyás Imre 186 szavazattal, és a végére értünk, most kérem kollégákat, hogy nézzük meg a képviselőtestület összesített eredményét. És akkor itt a pontos adatokat, a pontos számokat láthatjuk. A végeredményt, a végül begyűjtött összes szavazóköri szavazatot, ez alapján látjuk, hogy hogy fog alakulni a következő 5 évben János Somorja képviselőtestülete Lőrinc György vezetésével, úgyhogy nekik kívánhatunk a következő önkormányzati ciklusban értünk folytatott felelősségteljes és jó munkát. Hát nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm a nézőknek is, hogy velünk tartottak ilyen késői óráig, és türelmesen végigvárták az adatok beérkeztét. Mi természetesen holnap után is várjuk önöket a jtv.hu-n összefoglaló cikkekkel. A tartalmat természetesen grafikonokat elérhetik, láthatják, elemezhetik. Azt gondolom, hogy nem maradt más hátra, mint hogy magam és kollégáim nevében elköszönjek, úgyhogy is kalóz akciót végrehajtva most szeretném azt kérni a kollégáktól, hogy kapcsoljanak a stúdiótérbe, és az összes kolléga integessen a kamerába, köszönjünk el együtt a nézőktől, és köszönjük meg nekik, hogy velünk tartottak. Szóval köszönjük! Ez volt a János Somorja Televízió 2014-es választási műsora. Köszönjük önöknek, viszontlátásra!